élvezettel hallgatjuk minden héten a webkonferencián azt a részt, amiben bemutatott dr. Ikegert Hammert, és egyáltalán arról is, hogy szeretnénk, hogyha beszélnél, hogy mi az, hogy kezelés előfeltétele és az egészséges emberi értelem alatt vajon mit érthetett a csodálatos feltaláló dr. Ikegert Hammer. Mit kell tudjunk dr. Ikegert Hammerről? Hát sajnos ő most már egy más frekvencián támogatja a germán gyógytudomány terjedését a világon, és az a fantasztikus ember, akinek most már az élettörténetét gyűjtöm össze mindenféle forrásokból, és ebből is készülök egy webkonferencia anyagot tartani, francia, spanyol és német forrásokból az életútját szeretném összerakni, csupán azért, mert nincs elég időnk az ő emberi nagyságát méltatni egy-egy webkonferencián vagy egy-egy előadáson, és úgy gondoltam, hogy erről kellene majd egy webkonferenciát tartanunk. Nos, ő az a fantasztikus orvos, aki egyben teológus is, tehát a léleknek a dolgaival tisztában van, de ugyanakkor fizikát is hallgatott 2 évet, míg egyetemre járt, és egy feltaláló emberről van szó, aki a találmányai után tudjuk, hogy a jogdíjakat megkapva végre anyagilag rendbe tudhatta magát és a családját, és akkor döntenek úgy, hogy a családjával együtt Olaszországba költöznek, amúgy tiszteletbeli olasz állampolgárok, a család minden tagja, és Nápolyban a szegényeket gyógyítják ingyen, hiszen a megélhetésüket a jogdíjból befolyó összeget már biztosították. Az élete Hammer doktornak és az egész családnak 1978-ban változott meg, amikor fiát a Korzika melletti Cavallo szigetén a kikötőben 2 pisztolylövéssel halálosan megsebesítette a savoyai herceg, az olasz trónörökös. A fiát 111 napon keresztül próbálta Hammer doktor megmenteni, 11 műtéten ment keresztül a fia, és december 7-én meghalt az apja karjai között. Nem sokkal ezután Hammer doktornak egy heredaganata keletkezett, és elgondolkodott azon, hogy kell legyen valami összefüggés a fia halála, elvesztése és a heredaganata között, és ezt kutatva jutott el az első biológiai természettörvény felismeréséhez, a rák vastörvényéhez. Nos, a rák vastörvénye gyakorlatilag leírja számunkra azt, hogy mi az, ami elindít bennünk egy értelmes biológiai különprogramot, és gyakorlatilag ebben az is benne van, hogy mit tehetünk azért, hogy leállítsuk. Ugyanis minden olyan drámai, meglepetésszerű, váratlan esemény, ami egy nagyon súlyos érzelmi konfliktust takar, mindig el fog bennünk indítani egy biológiai választ, főleg, ha magányosan éljük meg, és benne maradunk a konfliktusban. Az utolsó 2 tényezőről csak és kizárólag mi tehetünk, tehát hogy meddig maradunk egy konfliktusban, meddig nem tudunk megbocsátani, elengedni, meddig aggódunk, stb. Stb. Tehát a negatív érzésekben meddig ülünk benne, ez csak és kizárólag tőlünk függ, és az is, hogy mennyire magányosan éljük ezt az egészet meg, mert hiszen a magányosság az nagyon súlyosan befolyásolja ezt az egész biológiai programot. Mindig lesznek váratlan, meglepetésszerű, nagyon súlyos érzelmi konfliktusaink, de ezeket le kellene zárni minden este, ahogy azt tanították nekünk, nem újjék el nap a te haragoddal. Hammer doktor arra is rájött, hogy ezek a történetek, ha nincsenek érzelmileg feloldva, hiszen egy érzelmi konfliktusról van szó, akkor az agy közvetítésével a szervi elváltozás ugye elindul, és mi ugye a szervi panaszokkal fogunk orvoshoz fordulni. És nem vagyunk tudatában annak, hogy az egész szervi elváltozást mi indítottuk el egy lelki szintű megrázkódtatással, ebben a közvetítő az agy volt. És a lélek a programozó, az agy az a számítógép, ami aztán a szervi szinten elindítja a megfelelő helyen a megfelelő biológiai választ. És azt se felejtsük el,
hogy a konfliktus pillanatában kialakulnak az úgynevezett sinek, vagyis rögzülnek azok a körülmények, amelyek között megéltük a konfliktust, és ennek az a lényege, hogy ezután már konfliktus nélkül is el tud indulni az egész értelmes biológiai különprogram, amit EBK-val látunk itten a képernyőn rövidítve. Ez alatt azt kell érteni, hogy minden betegséget egy DHS előz meg, egy ilyen drámai, hirtelen, váratlan, ránk törő érzelmi konfliktus? Igen, minden betegséget egy fel nem oldott, nagyon súlyos, váratlanul érkezett érzelmi konfliktus indít el, és azért lenne lényeges megtanulnunk jelen lenni a pillanatban, és lezárni minden nap az napi eseményeket, és az új napot tiszta lappal indítani, mind a magunk, mind a környezetünk számára, pontosan azért, hogy ezek a sinek ne tudják újra és újra elindítani bennünk a dolgokat, vagyis hogy valójában oldódjon fel a konfliktus, mert ha nincsen érzelmileg feloldva, csak beszéltünk róla, akkor gyakorlatilag a körülmények újraindítanak mindenféle kellemetlen tüneteket, a gyomorgörcstől, a parlagfűallergiáig, és a többi, és a többi. Tehát minden ilyen történetnek, krónikus betegségnek pontosan ez az oka. Van-e kivétel az első számú természettörvény alól? Hát vannak-e esetleg olyan esetek, amelyek nem konfliktus alapúak, nem a DHS okozta? Gondolok itt nagyon jó a kérdés. Olyan betegségekre, igen, amikre mi azt hallottuk eddig, vagy úgy tudjuk a médiából, hogy ezek öröklött dolgok, hogy genetikai eredetű, hogy ismeretlen okok, akkor hogy van ez? A germán gyógytudomány tárgykörében nem tartoznak bele a mérgezések, a hiányos táplálkozás, a balesetek és természetesen az orvosi műhibák, sugárzások. Ezek olyan tényezők, amelyek nem lelki megrázkódtatás következtében indulnak el. De bebizonyította Hammer doktor, hogy a rák az nem genetikailag öröklődő valami, hanem mindig és kizárólag a mi érzelmi megélésünkön múlik. És a múlt héten a diabétesről volt szó, ugye, és akkor beszéltünk arról, hogy gyakorlatilag az a gyerek, akit az árvaházból kivesznek, és egy család neveli, a családban mindenki már cukorbeteg, a gyerek ezt a viselkedési mintát másolja, és ő is cukorbeteg lesz. Tehát nem a betegségeket örököljük, hanem a viselkedési mintát másoljuk. Amúgy már 321-en megnézték két nap alatt a múlt heti diabétesről szóló előadást, mert már kint van a weblapról elérhető. Maradjunk még ennél a kérdésnél egy pillanatot. Ez a rák-vas törvénye, tehát ennek a kritériumnak mindnek egyszerre kell teljesülnie, mondjuk ha nyerek a lottón, az DHS? Természetesen a kérdés az, hogy mit, hogyan élünk meg. Mert az egyetlen valóság mindenki számára a saját megélése, és ezért van az, hogy a betegség a beteg nélkül nem gyógyítható. Hiszen mindig csak az egyetlen dolog számít, hogy én egy adott történetre hogyan reagáltam. Ez a reakció, ez már is üzeni számunkra, hogy ez nem egy tudatos válasz, hanem egy biológiai válasz, hiszen a DHS is, a konfliktus is egy biológiai konfliktus volt számunkra. Befolyásolja persze mindaz, hogy milyen a neveltetésünk, milyen szokásokat másoltunk, stb. Stb. Ezek szerint nem is annyira a történet maga a fontos, hanem az, ahogyan én belsőleg megélem ezt. Tehát hiába tudom, hogy valakivel mi történt, nem tudom azt, hogy ő ezt hogyan élte meg. Így van, és ezért nem tudok válaszolni aggódó nagymama levelére, hogy vajon a gyerekek miért nem esznek. Hát ezt nem az aggódó nagymamával kell megbeszélni, hanem az édesanyjával. A gyerekek csak a szülőkön keresztül érhetők el, gyógyíthatók. Tehát nem hiába tudjuk, hogy mi van velük, ha a szülők nem viselkednek másképp a gyerekekkel, akkor a gyerekek
élete nem fog megváltozni természetesen. De Ezért lényeges, hogy az egyetlen valóság az én megélésem. Ezért mondom mindig, igen, hogy az egyetlen valóság a saját megélésem, viszont ezt a biológián tökéletesen, mondjam azt, hogy hajszál pontosan követi, és pont ez volt az, amiért én döntöttem, hogy ezzel fogok foglalkozni. Mondanál erre egy példát? Látunk itt egy példát kivetítve. Ezt elmondanád, hogy hogyan zajlik? Itt ez a múlt héten is szóba került, pontosan a diabétesz kapcsán, de a párkapcsolatokról szóló webkonferencia anyagban is benne van, hiszen ha valaki a párkapcsolatokról szóló webkonferencia anyagot végignézi, a 3 plusz 1 részt egy mini továbbképzést tudhat magáénak ingyen, csak az idejét és a figyelmét kéne rászállni. Tehát ha valaki, tehát egy hölgy hazamegy és a férjét egy ifjúsági találja egy másik nővel az ágyban, ha itt egy alfa nőről van szó, aki tudja, hogy ő a legjobb a világon, természetes, hogy fölháborodik azon, hogy mit keres ez a másodrangú valaki itt az én házamban, miért vele bújik össze a férjem, és miért nem velem. És mivel ő meg szeretné tartani a férjét, tehát ez egy szexuális frusztrációs konfliktus, ami természetesen biológiailag annyit jelent, hogy a nemi szervén keresztül szeretnénk őt megtartani, ennek megfogására a méhnyak nyálkahártyája sorvadni fog, egyre jobban sorvadni fog, amit majd méhnyak ráknak fognak elnevezni, hogyha nem oldódik meg. Ha sinem marad a program, tehát minden reggel eszébe jut 10 órakor, hogy vajon a Jenő mit csinál, akkor újra meg újra elindítja, leállítja, de ezzel majd a következőkben még beszélek. De megjelhet egy központi önleértékelést ez a hölgy, mert azt látja, hogy a másik nő az bizony jobb nő, mint én vagyok, csinosabb, fiatalabb, és ez a központi önleértékelés természetesen érinti az önbecsülését, és ez az önleértékelés, ami a személyiségéről szól, nyilván a derekát fogja szétszedni, az ágyéki gerincoszlop a derekunkat jelenti, mindenki úgy tudja, és hát nyilván a medencecsont is érintve lesz, illetve a szimfízis, a szemére mizület, hogyha ezt az egészet úgy éri meg, hogy már én nem érek semmit az ágyban, mert látott egy olyan mutatványt, amire ő képtelen. És a múlt héten részleteztem a félelemundor konfliktust, amikor mondjuk egy prostituáltat talál az ágyban, vagy a férjét egy másik pasassal találja az ágyban, hát ettől meg is ijed és meg is undorodik, és ennek a következménye az alfa sejteknek a blokkolása a hasnyálmirigyben, ami azt jelenti, hogy zuhan a vércukor, és nagyon éhes lesz az illető, de ha várandós lesz, akkor ebből lesz a terhességi diabétesz. Részletek a diabétesről szóló előadásban. De lehet, hogy egy olasz filmet rendez a hölgy, és mindenki menekül, amerre lát, mert felháborító számára, hogy az ő lakásába, az ő hálószobájába, az ő ágyába történt meg az, ami megtörtént, és ki akarja jelölni a területét, a birtokát, és a birtok kijelölési konfliktus következménye lesz az, hogy gyakran megy vizelni, és nem csipa vizelete, csak éppen gyakran megy, de ezt is, ha nem fogja megoldani, akkor ebből a bontás, a sejtszintű bontásépítés következménye, megint bontok, megint építek, tehát ha nincs lezárva érzelmileg, akkor nem csak egy hulyakurut lesz belőle, ami minden gyógyszer nélkül megoldódik, hanem természetesen egy hólyagdaganat. És itt van a, mondjam azt, hogy a magyarázat, hogy miért nem lesz annak a nőnek problémája, aki már nem szereti a férjét és van barátja. Azért, mert nem okoz számára DHS-t. Tehát itt nem azt mondja a Hammer doktor, hogy mindenki szerezzen be magának tartalékba egy pasast, hogyha ilyen történik, akkor legyen hova futni, hanem arról van szó, hogy ha nincs konfliktus, akkor nincs DHS. Tehát ha nincs érzelmi kötődés, akkor nincs belőle biológiai válasz. Tehát megint a lényeg, a biológiai válasz csak érzelmi alapon indul el. Tehát érzelmileg kell megoldani mindazt, amit érzelmileg indul el. Mondtál egy nagyon érdekes dolgot, ha nincs konfliktus, nincs DHS, akkor nincs betegség? Tehát minden
betegséghez lelki megélés Így kötődik. van, pontosan erről van szó, minden betegséghez lelki megélésre van szükség. Hogyan zajlik ez le? Hammer doktor folytatta a kutatást, mert ugye első lépésben még a rák vastörvényét, amikor 1981-ben közölte, akkor az összefüggéseket látta meg a lélek-agyszerv között. És folytatta, mert ugye a tünetek azért számára egyértelműek voltak, hiszen belgyógyászatból, radiológiából volt szakvizsgája, onkológiai osztályon és pszichiátrián is dolgozott. Tehát nagyon, nagyon tájékozott volt a medicinán, belül is nem csak egy szakágat ismert. Amúgy szemészetből írta az államvizsga dolgozatát. A következő felfedezése, a második biológiai természettörvény arról szól, hogy minden történet két szakaszban zajlik. Tehát az első lépés, hogy itt van a DHS, Dirk-Hammer szindróma, amit a fiáról, Dirk-Hammerről nevezett el, ugye, mert nála ez váltotta ki a hereddaganatot, és amúgy a fia folyamatos kapcsolatban maradt halála után is az édesapjával, hisz álmában megjelent és bíztatta a kutatások folytatására. Nem mondta meg neki, hogy öt biológiai törvényt fog felfedezni apa, de mikor mindent felfedezett, akkor megdicsérte is az, és ezzel Hammer doktor tudta, hogy lezárhatja a további kutakodást. Tehát ott vagyunk, hogy a DHS után a kék színnel jelzett fázis csak a szimpatikus idegrendszer túlsúlyára utal, belső szerveinket is egy izgató és egy gátló mechanizmus tudja szabályozni. Az izgató mechanizmus a szimpatikus idegrendszernek nevezik, ami pedig visszacsinálja mindazt, amit a szimpatikus idegrendszer elintézett, azt paraszimpatikus vagy vagotón idegrendszernek nevezik. Nos, tehát a szimpatikotónia annyit jelent mindenki számára, hogy érthető legyen, hogy az ember stresszesnek érzi magát. Feszült, ideges, megoldatlan konfliktusokkal küzd, semmi nem akar összejönni, fő a feje, ezért nem tud elaludni. Ha elalszik, akkor fölébred, nincs étvágya, nem eszik, izzad a keze, lába, ezért hideg, mind a hidegek a végtagjai, és emelkedik a vérnyomása, sokáig benne léve a stresszes állapotban emelkedik a stressz hormonoknak a szintje, természetesen elsősorban a kortizon szint, de folytatja ezt a pajzsmirigy hormon szint, és a többi, és a többi. Na most, ha eljutunk a KM konfliktus megoldásához, akkor beindul a szervezetünknek az a mechanizmusa, amellyel mindent visszarendez. Mert hiszen a konfliktus aktív szakasz arról szól, hogy már biológiailag túlélésre hangolva a lelkileg meg nem oldott konfliktusra adtunk egy biológiai választ. A biológiám segíteni akar a maga eszközével, hogy megoldódjon a probléma. Például felbosszantott az anyósom, felbosszantott a menyem, felbosszantott a násznagyom vagy bárki, akivel egy házban élek, mert rányították az ajtót is, és a többi, és a többi, mindenféle bosszankodás előfordulhat vagy munkahelyen. A bosszankodás és ugye az aggódás az a két teljesen felesleges dolog, amit csinálunk az életünkben, nagyon tönkre tudjuk tenni magunkat vele, és a lényeg, hogy a bosszankodás következtében, mivel ez egy megemészthetetlen zsíros falatnak fogjuk kiértékelni, hát az epeutak tágasságával bőségesen rendelkezésre áll epe, az úgynevezett megemészthetetlen bosszúság megemésztéséhez. Ezt jelzi némi fájdalom, de ha a gyomor kisgörbülete sorod, akkor még erősebb fájdalom jelentkezik, ugye a gyomorszáj tájékán. Tehát ezzel nem foglalkozunk, mert arra fogjuk, biztos azért fáj a gyomrom, mert nem ettem. Aztán, amikor megoldódik a konfliktus, akkor jönnek a gyulladásos tünetek, visszaépül mindaz, ami eddig lebomlott, és a gyulladás tüneteit élvezhetjük, a duzzanat, a fájdalom, a melegség, és működés hát visszafogottságát,
A pirosság nyilván csak akkor észlelhető, hogyha a test felszínére törő gyulladásos folyamatról van szó. Az Epping gyulladásának a pirosságát nem fogjuk látni. Az epileptoid krízisben jön egy gyönyörű epekrízis, ugye ilyenkor szoktunk bekerülni az orvoshoz, esetleg be is sárgulhatunk, és utána jön az a rész, amit úgy hívunk, hogy hegesedési fázis, vagyis a biológiánk helyre tesz mindent, ítérezzük az extrém fáradtságot, és innentől kezdve kellene megnyugodnunk, hogy a legnehezebben túl vagyunk. De van egy nagyon lényeges jelentősége ennek az epileptoid krízisnek, hiszen mindaz a folyadék, ami a gyógyuló szervekben összegyűlt az exudatív fázisban, illetve az agyi ödéma, ami mindig a gyógyulásnak a jele, lásd fejfájás, az epileptoid krízisben kipréselődik mind az agyból, mind a gyógyuló szöveteinkből, és rengeteg vizeletet ürítünk, észreveszi mindenki, hogy többet vizel, mint amennyit megivott. Aztán jön az extrém fáradtság, és megint kezdődhet a program előről, ha nem vagyunk tudatában annak, hogy miről szól a biológiai program. Azért részletezem ennyire ezt az öt biológiai törvényt jelenleg, mert hiszen a gyógyulás első feltétele a germán gyógytudományban az, hogy ismerjük, hogy hogyan működünk. Nos, ha ilyen egyszerűen működik a biológiánk, akkor ugye logikus a kérdés, hogy miért vannak krónikus betegségek? Pontosan azért vannak, mert ha nem oldjuk meg a konfliktust, akkor folyamatosan vagy szövetpusztítás lesz, vagy szövetszaporulat, vagy működésváltozás. Ugye a működésváltozás azt jelenti, hogy mondjuk cukorbetegek leszünk. A szövetpusztítás azt jelenti, hogy egyre nagyobb lesz a mély szárnyák a hártyáján, az a bizonyos hekély, kráter, ami nem áll meg a nyálkahártyák szintjén, hanem egyre mélyebbre hatol, a mély nyak izomzatát is képes ulcerálni, azaz hekélyesíteni. A policiklikus lefolyás, amit látjuk, egy végigment a program, de mit ad Isten újra? Újra és újra és újra elindul, de miért? Mert nem volt érzelmileg feloldva, és a sínek gondoskodnak arról, hogy teszem azt minden hétfőn, elkezdjen fájni a csípőízületem, mert nem bírom elviselni a szomszédomnak a mosolyát, vagy valamelyik családtagomat, aki minden vasárnap megjelenik. Nos, akkor vasárnap bontani fogom az adott partner oldali csípőízületem szöveteit, hétfőn viszont visszaépítem, és jön a hétfői csípőízületi fájdalom, ahogy arról a tanfolyamokon beszélni szoktam. A függő gyógyulás viszont azt jelenti, amit látjuk, hogy a gyulladásos folyamat szinte folyamatosan jelen van. Egy-egy rövid megszakítást ezek a kék szakaszok jelentenek, mert ezek azt jelentik, hogy újra sínre kerültem, újra elindítottam, még el se jutottam az epileptoid krízisig, és újraindítom a programot. Tehát ez egy állandó gyulladásos folyamatot fog jelenteni számunkra. És akkor már a tudományos táblázatot beszorozhatjuk hárommal, mert Hammer doktor leírja azt, hogy hogyan, mi az, ami elindítja, mi van konfliktus aktív szakaszban, megoldási szakaszban, és kész. De mi van akkor, ha nem oldjuk fel a konfliktust, mi van akkor, ha policiklikus, mi van akkor, ha függő gyógyulás, sőt, mi van akkor, ha a függő gyógyulásnak policiklikus lefolyása van. Tehát igencsak lehet ezt az egészet még bonyolítani, és ezek újabb és újabb betegségi neveket fognak jelenteni a medicinában, amelyeknek ugye a hátterében mindig valami ismeretlen, vagy autoimmun, vagy genetikai, vagy környezeti tényezőt feltételezünk. A valós áttörés, megoldás az a harmadik biológiai természettörvény, hiszen Hammer doktor ahhoz, hogy minden tökéletesen megértsen, leásott az alapokig. Mert nem lehet a betegségek kialakulását megérteni, kedves kollégák, ha nem veszük elő az embriológiát. Az egyetfejlődés, az embriológia az, ami számunkra megmutatja, hogy miért úgy működnek egyes szöveteink, ahogyan működnek. A három csiralemez,
az ugye akkor alakul ki, amikor a megtermékenyített petesejt elkezd osztódni, szedercsira állapotba bejut a mély üregbe, majd beágyazódás előtt ugye három csiralemez alakul ki, a belső csiralemez sárgával jelölve, a középső csiralemez narancssárgával jelölve, és pirossal jelölve a külső csiralemezt. Vagy, ahogy a szaknyelven mondjuk, endoderma, mezoderma és ektoderma. A három csiralemezből nő ki minden sejtünk, minden szövetünk, mint ahogy az elültetett magból is kinő a növénynek minden része, gyökere, szára, levele, virága, stb. Nos, ha tudjuk, hogy melyik szervünk, milyen szövetünk, melyik csiralemezből alakul ki, akkor azt is tudjuk, hogy melyik idegi központ irányítja, és azt is tudjuk, hogy hogyan fog működni konfliktus aktív és megoldási szakaszba, illetve, hogy melyek azok a konfliktusok, amelyek beindítják adott szinten a sejtek szaporodását, a sejtek sorvadását, vagy a működés változást. Nagyon röviden, itt látjuk jobb oldalt alól az agytörzsnek a képét, a legősibb agyi részünk, ez a legfontosabb dolgokkal foglalkozik, ami az életfeltételeket jelentik. Hát mi kell az életben maradáshoz egyáltalán? Elsősorban az, hogy legyen levegőnk, így van. Azzal bírjuk ki a legkevésbé, anélkül. Így van. Állítólag az úszásban is az első 5 perc víz alatt a mérvadó. Igen, a legnehezebb. Aztán szükség van táplálékra is, és vízre, folyadékra. Természetesen. Tehát a víz, a táplálék és a levegő megszerzését az agytörzs irányítja, és ezeket a falatokat, ugye a táplálékfalatot, a levegőfalatot és a vízfalatot úgy fogjuk tudni megszerezni, ha nincs belőle elegendő, hogy sejteket szaporítunk. Idejött tartozik még a pontosság kedvéért a fényfalat és a hangfalat is. A konfliktus aktív szakaszban mindig sejtet szaporítunk, és amint mondtad, levegővel bírjuk ki legkevésbé, tehát a halálfélelmi konfliktus mindig tüdőszövet szaporulatot fog elindítani. A középső csiralemez vagy mezoderma sejtjeit két idegi központ irányítja. Itt látjuk a kisagynak a keresztmetszetét. Ez a támadás, gondozás, bemocskoltsággal kapcsolatos konfliktusokra, szintén szövet szaporítással reagál a hozzátartozó sejtekben. A hozzátartozó sejtek az írha sejtjei és eznek függelékei, és mivel az emlőmirigy az egy módosult verejtékmirigy, ezért a gondozási konfliktus vagy a túlzásba vitt aggódás mindig a tejtermelő mirigyeink túlszaporodását fogja okozni, magyarán emlődaganat, és a kezesség innen már eldönti, hogy a jobboldali vagy a baloldali emlő lesz érintve. Innentől lép be a kezesség kérdése. A támadásra nem csak az írha szövetei, sejtjei szaporodnak fel, de felszaporodhatnak a burkok sejtjei is, ezek a hashártya, mellhártya és szívburok. A fölötte levő agyi képlet a fehér állomány vagy agyvelő. Ide azok az érzések fognak becsapódni, amelyek az önleértékelésről szólnak. Amikor önleértékelésről beszélünk, természetes, hogy a konfliktus aktív szakaszban önpusztításként a saját sejtjeinket kezdjük sorvasztani, vagyis innentől kezdve a konfliktus aktív fázisban sejtet sorvasztunk, és nem szaporítunk, mint eddig történt, a kisagy vagy az agytörzs által vezérelt sejtekbe. Az önleértékelés témája meghatározza, hogy melyik testrészemet kezdem el sorvasztani, az önleértékelés erőssége pedig eldönti, hogy adott testrészen milyen szöveteket fogunk bontani. De vajon milyen szöveteket? Azokat, amelyek a mozgással kapcsolatos szövetei. Tehát a csont, az ízület, a csontokat mozgató izmok, az izmokat ellátó erek, és a kötőszövet, zsírszövet, ami ugye a plusz energiát
biztosítja a mozdulathoz. Ez az öt szövet mindig először sorban, és a visszaépülés kapcsán természetesen fájni fognak a csontjaink, az ízületeink, rángatózni fognak az izmaink, és sajnos a hízás az nem jár fájdalommal, mert ha fájna, akkor biztos kevesebb ember írná le magát elég gyakran. Hiszen az elhízásnak az egyik kérdése az önleértékelés, a másik kérdése viszont a magányosság, létezés konfliktus, egzisztenciális konfliktus, amikor viszont a mérleget a begyűjtött víz fogja elmozdítani egyre magasabb értékek felé. Tehát önleértékelés, önpusztítás és a mozgással kapcsolatos szöveteink érintettek. A külső csiralemez vagy ektoderma sejtjei is első lépésben sorvadnak, megoldásban visszaépülnek. Itt a fájdalom már megjelenhet konfliktusaktív szakaszban is, de ezt a fájdalomról szóló webkonferencia anyagban részleteiben elmondtam, hogy mikor jelenik meg konfliktusaktív szakaszban fájdalom, és mikor jelenik meg a megoldási szakaszban. Akit érdekel, nézze meg ezt az anyagot. Itt látunk egy pirosra festett babát. Ez azt ábrázolja, hogy a külső bőrünk, az, ami elválaszt minket a külvilágtól, ektodermális, külső csiralemezből származik, és először sorvad majd visszaépül mindig, amikor egy súlyos elválasztási konfliktust élünk meg. Természetesen a konfliktus újraélése, vagy folyamatosan életben tartása más és más bőrtüneteket fog okozni. A megoldásban jön itt is a fájdalom, a hólyagosodás, a viszketés és egyebek. Az agykéreg a legmagasabb szintű számítógép a világon, ha ezt egyszerűen így szeretném elmondani, hiszen nem csak a sejtekkel való bontás és építéssel foglalkozik, hanem működésváltozást is képes elindítani a sejtek szintjén, de ne feledjük, hogy ide érkezik minden érzékszervünknek az információja, itt válik érzetté. Látás, hallás, ízérzés, szaglás, stb. Az agykéreg a birtok konfliktusokkal is foglalkozik, és természetesen erről is volt már szó részleteiben, akár az emésztés, akár az egyéb agykéreghez kötött konfliktusok tisztázásakor, ami például két héttel ezelőtt a megváltozott szexuális viselkedésről szólt, aszanokban, nymfomán és egyéb történetek. Tehát a birtok konfliktusok azok nagyon, de nagyon fontosak, hiszen ezeknek a meg nem oldása nagyon súlyos, életveszélyes állapotokat fog létrehozni a szervezetünkben. Ugyanazt a Hammeri iránytűt látjuk, amit a második biológiai természettörvénynél is már kivetítettünk, és csak összefoglalása az előbb elmondottaknak. Ha a konfliktusaktív szakaszban sejtet építettem, nyilvánvaló, akkor a megoldási szakaszban a felesleges sejteket le fogjuk bontani, mert egyetlen sejtet sem tartunk el feleslegesen. Ha viszont konfliktusaktív szakaszban sejteket sorvasztottunk konfliktusaktív szakaszban, akkor természetes, hogy a megoldási szakaszban akkor visszaépítek. És hogyha működést változtattam konfliktusaktív szakaszban, akkor természetesen a működést fogjuk helyreállítani, és minden, de minden az embriológiából, az egyetfejlődésből tökéletesen megérthető. A negyedik biológiai természettörvényben Hammer doktor leírja a mikrobáknak az ontogenetikai rendszerrel való kapcsolatát, vagyis leírja azt, hogy azok a úgynevezett mikroorganizmusok, gombák, baktériumok, vírusok, amelyek a szervezetünkben vannak, akikkel mi együtt élünk szimbiózisban, azok nem az ellenségeink, hanem azok a mi legjobb barátaink. Az belső csiralemezhez kötött felesleges sejteket nyilván a gombák fogják lebontani, épp úgy, mint az erdőben a kidőlt fákat, illetve a kisagy által vezérelt szöveteinkben a mikrobaktériumok
TBC baktériumok, amik átmenet a gomba és a baktérium közt, ők fogják lebontani a felesleges sejteket. Ne feledjük, hogy ezek a felesleges sejtek nem mennek a kukába, hanem a nyirokrendszer fogja őket feldolgozni, újra hasznosítani, és ebben az esetben a nyirokrendszernek az érintettsége nem áttétet jelent, hanem gyógyulási folyamatot. A középső csirralemeznek a sejtjeinek a visszaépítésében, tehát a fehér állomány által vezérelt szövetekről van szó, baktériumok fognak segíteni, és természetes fájdalommal jár a visszaépítés, és ugyanígy az ektodermához tartozó sejtjeinknek a visszaépítésébe a vírusok fognak segíteni, illetve a baktériumok. Ezért lesz kimutatható a humán papilloma vírus a mészáj nyálkahártyáján, amikor éppen gyógyuló félben van az a bizonyos mély nyak nyálkahártya. És az ötödik természettörvény az, amivel Hammer doktor feltette a koronát a felfedezéseire, hisz rámutatta arra, hogy azok az úgynevezett betegségek, azok nem az Isten verései, hanem a természetnek egy értelmes biológiai külön programja. Értelmes, mert minden a túlélésről és a fajfenntartásról szól. És külön program, mert mi indítottuk el, különben minden maradt volna harmóniában és egyensúlyban a szervezetünkben is. A fejlődés történet szempontjából, tehát embriológia szempontjából minden értelmezhető, és gyakorlatilag nem istenverése a betegség, hanem egy nagyon lényeges történet a DHS az életünkben, mert pont ez az, ami a biológiánkat arra készteti, hogy a túlélő programokat elindítsa. De lássuk a terápiát a germán gyógytudománnyal. Lesznek szó szerinti idézetek is Hammer doktortól, illetve hát rövidített szövegek. Amint azt már kifejtettem, hogy betegnek először is meg kell érteni a betegségek kialakulását, lefolyását. Ez csak az öt biológiai természettörvény segítségével fogja megérteni. Hiszen abban a tudatban vagyunk, hogy a rák az mindent felzabál, amikor már áttétekről beszélnek, akkor a beteg teljes kilátástalanságba kerül, teljes pánikba, felad mindent, de ha ismerjük az öt biológiai természettörvényt, és beazonosítjuk, hogy hol tartunk, akkor nincs miért pánikba essünk. Nagyon fontos dolgot emeltél ki, hogy megismerj az öt biológiai természettörvényt. Minden webkonferenciát az öt természettörvény bemutatásával kezded, és... Nem véletlenül. És biztos nem véletlen. Azt is észre szoktam venni, hogyha szabad meg egy picit csipkelődnöm, hogy a webkonferencia körülbelül egy bizonyos létszámmal kezdődik, és nagyon sokan átugorják ezt a részt, és később csatlakoznak, pontosan az öt természettörvényről maradnak le, és tudom, hogy sokan azt mondják most, hogy ó, hát én ezt már tudom, már hallottam, de én azt gondolom, hogy mindegyik webkonferencián másképp mutatott be az öt természettörvényt, mindig hozzáadsz valami olyan adalékanyagot, ami arról szól, átstruktúrálja tudásunkat, és nagyon, de nagyon fontos az, hogy akár ismerjük, akár nem, foglalkozzunk azzal az öt természettörvénnyel, amit Hammer doktor csodálatos módon leírt, és van még egy számomra kicsit kellemetlen dolog, például a YouTube videód is, a csatornám is, az első egy-két természettörvény megnézése az messze fölülmúlja a harmadik, negyedik, illetve ötödik természettörvény nézettségét. Egész pontosan. Az első törvényt már 17 ezeren megnézték egy év alatt, de a második törvényt már csak 6400-an, a harmadikat 5200-an, a negyedik, ötödiket pedig már csak 4600-an. Tehát ez azért gondoltam, hogy leveszem ezt a feldarabolt öt biológiai törvényt, és csinálunk egy olyat,
amiben mind az ötöt elmondjuk, és lehet, hogy ez is egy külön webkonferencia anyag lesz, hogy végre megértsük, hogy mind az ötöt tudni kell, mert ameddig valaki nincs tisztában azzal, hogy valójában, amikor fájdalma van, az esetek 90-95%-ában ő már gyógyul, ünnepelnie kéne, akármennyire is fáj, mert pont ez fogja őt abban segíteni, hogy minél rövidebb idő alatt a fájdalom leálljon és befejeződjön a gyógyulás. Ehelyett elkezdünk szenvedni, de nagyon, és mindenféle hát egyéb megoldások után kutakodunk, és gyakorlatilag csak azzal nem foglalkozik, hogy a tisztázni kéne a konfliktust. Mert ameddig nem tisztázok a konfliktust, addig mivel foglalkozok? És természetes, hogy a konfliktus tisztázása nem oldható meg a beteg aktív részvétele nélkül. Ezért a weblapnak a vezérgondolata, hogy a betegség a beteg nélkül nem gyógyítható. Nem győzöm eleget hangsúlyozni. Nem azért mondom, mert én a felelősséget át akarom tenni a betegre. Szó sincs róla. De én nélküle nem tudok segíteni rajta semmit. Főleg, hogyha nem partner abban, hogy elgondolkodjon azon, hogy tényleg nincs biológiai válasz, meg nem oldott érzelmi konfliktus nélkül. Aztán amiben segítünk? Abban segítünk, hogy milyen úton találhat ki egy bizonyos élethelyzetből. Hát természetes, hogy javaslatokat tudunk tenni egy adott helyzetben, de hogy mi lesz az, ami a beteg számára valóban a legjobb megoldás, azt ő fogja tudni eldönteni. És itt van egy lényeges dolog, ezt szó szerint idézem Hammer doktortól. Itt ugyanis a gyógyító eljárás főnöke mindig a paciens. Tehát nem lehet vele valamit megtenni úgy, hogy ő azt ne akarja. Vagy ő abban ne egyezzen bele. Vagy lehet, hogy beleegyezik, bólogat, és nem csinálja meg. És akkor csodálkozik, hogy nem gyógyul. Tehát ezt kellene a hallgatóságnak és minden betegnek megértenie, hogy csak annyira lehet rajta segíteni, amennyire fogadóképes arra, hogy megérti, és ezáltal megnyugszik, hogy ő most milyen fázisban van. Ugye ez az első. Tisztázzuk a konfliktusát. Ebben ő aktívan részt vesz. És innentől kezdve megbeszéljük, hogy mi vár rá, mi a gyógyító folyamatnak a következő lépése. Mert ugyanis nem létezik standard megoldás, amely minden betegre ráhúzható. Itt nem arról szól, hogy írjuk a receptet mindenkinek ugyanazt, ha ilyen tünetei, meg olyan tünetei vannak. A gyógyulás folyamán fellépő tüneteket meg lehet beszélni, hiszen előre tudjuk, hogy mi fog bekövetkezni. A legfontosabb dolog az orvos számára, hogy a komplikációkra figyeljen, mert a komplikációknak az ismerete és a komplikációknak a kivédése, megoldása lesz az, ami valójában egy nagyon fontos orvosi feladat. Egy egész sor komplikáció van, de ezt mindjárt részletezem. Na most, hogyha valaki nem tudja eldönteni, hogy hova tartozik, hogy kinek adjon igazat, hogy a germán gyógytudomány vajon tényleg úgy van, még nincs meggyőződve róla, hogy ez tényleg úgy van. Főleg azért, mert nem ismeri fel az ő természettörvényben a saját programját. Nem ismeri egészen a mélységében a germán gyógytudományt, és nem találja meg, de behívom a figyelmed arra a folyamatra is, vagy arra a jelenségre is, amit saját tapasztalatomból tudok mondani. Én nagyon egyszerű azt mondani, hogy nekem nem is volt ilyen konfliktusom. Hát igen, így kezdődik. Ez rám nem vonatkozik, én vagyok a kivétel a szabály persze alól, és egyszerűbb ezzel nem időt tölteni, mint az egész életünket átnézni, átgondolni, az egyes helyzetekben való viselkedésünket, illetve reakciónkat átértékelni. Ez azért nagyon fontos dolog, hogy ne csak egy síkban gondolkodjunk, hanem az életünk több területén is egy kicsit körülnézzünk, hogy mi az, amit még tehetnénk. Természetes, mert ugye nem egy betegséggel, nem egy konfliktussal érkezik valaki, minimum öt van.
Igen, hogy meg arra is gondoltam most az előbb köreszel a gondolatom, arra is kiterjedt, hogy lehet, hogy csak felszínesen keresgélünk konfliktusokat, első körben nem találjuk meg, és és legyintünk rá. aztán azt gondoljuk, hogy Igen. ezzel sokkal több időt kellene eltölteni, és sokkal mélyebben kellene megismerni, úgy gondolom, minden nap kellene ezzel egy picit foglalkozni ahhoz, hogy valóban megtaláljuk azokat a pontokat, ahol még javítani való szükséges. Ezzel teljesen egyetértek, de a kérdés még mindig az, hogy, és itt akkor visszatérek az előző diára, mert ki szeretném emelni, nagyon lényeges. Hiába találjuk meg a valós okot, megbeszéljük a megoldást. A kérdés az, hogy a beteg hajlandó ezt megtenni, vagy nem? Vagy kényelmesebb számára az, hogy ő beteg, és valaki kiszolgálja? Igen. És ez a leggyakoribb eset, hogy beleesünk az áldozat szerepbe, a három pokoli szerepből, hiszen van néhány megmentőm, és majd ők meggyógyítanak. Tehát aki arról gondol, hogy a medicina arról szól, hogy doki, beteg vagyok, gyógyíts meg, az menjen a rendelőbe és írasson magának receptet. Ezt tudom mondani. Én pontosan azért hagytam fel a receptírás művészetével, mert csak olyan emberekkel szeretnék foglalkozni, akik hajlandók tenni valamit azért, hogy meggyógyuljanak. De ez, hogy hajlandó vagyok valamit tenni, ez azt jelenti, hogy változni kell. Változtatás nélkül nem fog történni semmi, hiszen nem véletlenül, ahogy te mondtad, a daganatot nem a legyek hordták össze. Annak lelki háttere van. Tehát ameddig azokat nem oldom föl, vagy nem változtatom meg az élethelyzetemet, hogy ne kerüljek újra meg újra abba a konfliktus helyzetbe, addig nem tudunk vele mit kezdeni. A betegnek tehát meg kell értenie azt, hogy a konfliktus megoldása után jönnek az úgynevezett betegségtünetek, a gyulladás, a gyengeség, a fejfájás, az extrém fáradtság, az izomrángások, de ez nem a súlyosbodást jelenti, hanem a gyógyulását. Ugye a szklerózis multiplexes betegnek azt mondják, hogy amikor beindul a súb, beindul az izomrángás, hogy hú, rosszabbodott a helyzet, és még adnak neki gyógyszert, hogy meg ne gyógyuljon. Vagy ott van az extrém fáradtság, amikor, ha ez egy önleértékelés után áll be, ettől az ember újra leírja magát, tehát a programot, a gyógyulási programját elakasztotta, és innentől nem tudunk mit tenni, mert a bontás-építés következménye az egyre vastagodó csont, vagy izom, vagy ízület lesz. Elalaptalanodnak az ízületek, ezt már artrózisnak fogják nevezni. Azt is meg kellene értsük, hogy a fájdalomnak van értelme, és van vége. Hiszen a fájdalom nem azért jelenik meg, hogy verjen az Isten. A fájdalom azért jelenik meg, hogy a kedves páciens maradjon nyugton, és hagyja, hogy a szervezetét most a biológiája rendbe rakja. És természetesen, ha beleteszi magát ebbe a fantasztikus élvezetbe, hogy elhagytak engem, meg nem értenek engem, a család, mondjam azt, hogy nem működik együtt a beteggel, sőt, a meg nem értését fogalmazza meg minden nap, ez a beteg teljesen elhagyatott lesz, elhatárolódott lesz, magába zárkozott lesz, begyűjti a vizet, és annál erősebb lesz a fájdalom, amit ő megélt. A komplikációk nagyon lényeges kérdést vetnek fel, hiszen már ott kezdődik, hogy a beteg a saját gyógyulását is komplikációnak éli meg. Ugye, ameddig ő valóban beteg volt, tehát konfliktus aktív szakaszban volt, és nem volt semmilyen tünete, addig nem volt semmi baja, hisz nem is tudott róla, hogy koptatja az ízületeit. De amikor elkezd gyógyulni és fáj, akkor már az mindent megpróbál követni, hogy a fájdalom elmúljon. Van fájdalomcsillapító technika, gyógyszer nélkül is. Ha pedig
nem egy, hanem még újabb programokat is elindít, akkor természetesen bonyolítja a gyógyulását. Egy olyan hölgy, akinek mondjuk melműtét után betesznek egy implantátumot, és aztán nincs megelégedve azzal, hogy hogy néz ki a melle, és az egészet támadásként éli meg, akkor jön az IRHA-nak a következő programja, és csodálkozik azon, hogy mindenféle sebek fognak megjelenni az implantát mellnek a bőrén, vagy éppen a varatok mentén. Tehát mondtam csupán egyetlen dolgot, de általában mindig elmondom, hogy minél intelligensebb valaki, annál tökéletesebben tudja magát szétszedni, annál több, mondjam azt, hogy vonatkozása van egy adott konfliktusnak. Alapvetően két komplikáció van, van, ami a konfliktus aktív szakaszban, és van, ami a megoldási szakaszban fog föllépni. Na most a konfliktus aktív szakaszban is van komplikáció, mondjuk egy nagyon durva bosszankodás nem csak egy egyszerű gyomor fekélyt fog okozni, hanem a fekély kiukadásával akár el is vérezhet a kedves páciens. Már konfliktus szakaszban. Vagy egy nagyon durva bűzkonfliktus elindít egy orvérzést. A legtöbb komplikáció viszont a megoldási szakaszban van, és ne feledjük ugye, hogy az exudatív fázis nem csak a szervi szinten, hanem agyi szinten is a folyadéknak a begyűjtését jelenti. Vagyis agyi ödéma a gyógyulás jele, amikor elkezd fájni a fejünk, ez azt jelenti, hogy gyógyulási szakaszba léptünk. Hammer doktor szó szerint azt írja, hogy egy kis kávé, tej, a szőlőcukor, C-vitamin, Coca-Cola, vagy fejre helyezett jeges tasak, akár csak nagyanyáink idején, segítenek elviselni ezt a fájdalmat. A betegek 60-70%-ának nincs szüksége gyógyszerekre a megoldási szakaszban. De figyelni kell természetesen, hogy ne menjen át kómába az illető beteg. Ezért szükséges az agyi CT készítése, természetesen kontrasztanyag nélkül, natív felvétel az agyalappal párhuzamos síkokban. És nem CT, nem MR kell, hanem sima, legolcsóbb, legegyszerűbb koponya CT. A gyógyulási fázisban szenvednek a betegek. Ugye az is komplikációnak éli meg a beteg, hogy nem tud aludni. 3-4 óra körül felébred és fokozódnak még jobban a fájdalmai, hát ugye ilyenkor kapcsol vissza a szervezetünk a nappali üzemmódba. De Hammer doktor azt is leírja, hogy a betegek 95%-a túléli a komplikációkat, 5%-a intenzív terápiára szorul. Vagyis szükség lenne olyan gyógyházra, ahol a betegek a komplikációk elkerülése véget meg tudják oldani mindazt, ami szükséges, csak hogy ilyen gyógyházak nincsenek. És Hammer doktor is rengeteg olyan helyzetbe került, amikor ezt nem tudta megoldani, nem tudott segíteni a betegein, mert hogy a kedves kollégák nem dolgoztak együtt vele. Mert doktor szó szerinti idézetét olvasom fel. Hozzám eddig szinte csak olyan betegek jutottak el, akikről az akadémikus orvoslás már lemondott. És sajnos látnom kellett embereket meghalni, akiken én a rendelkezésemre álló egyszerű eszközökkel már nem tudtam segíteni, mert az egykori kollégáim megtagadták tőlem a segítségüket. Sokuknak közülük egyáltalán nem kellett volna meghalniuk. Teljesen bizonyos vagyok benne, hogyha csak néhányan a volt munkatársaim közül együttműködnének velem, különösen a neurológusok és az intenzív terapeuták, akkor ezeket a komplikációkat rövid idő alatt mind megelőzhetnénk, és ellenőrzésünk alá vonhatnánk. Hammer doktor azt is leírja, hogy nekünk orvosoknak az a feladatunk, hogy a temérdek komplikációs lehetőségeket úgy lássuk, mint az bármilyen más betegségnél láttuk eddig is. Mindig emlékeztetnünk kell magunkat arra, hogy
Mit sem ér, ha a betegünk ugyan kigyógyul a rákból, de belehal komplikációkba, amik elkerülhetők lettek volna, vagy megelőzhetők lettek volna. A halál az halál, mindegy mi okozza. A rákos betegek gyógykezelésének három szintjét írja le Hammer doktor. A pszichikai szint, ami praktikus pszichoterápiát jelent, agyi szinten az agyi komplikációknak a felfedezése, elkerülése, megoldása, és szervi szinten, a szervi szinten fellépő önkívánt események gyógyszeres vagy sebészi megoldása, ezekre mindjárt kitérünk. Mindvégig tudatában kell lenni annak, hogy a szervezetünkben minden szinkron történik, egyideileg zajlik le, lélek, agy, szerv szinten, és ezt egyetlen orvosnak kell egybe látnia. Azt meg kell állapítani mindig, hogy a kedves paciens konfliktus aktív vagy megoldási szakaszban van, valójában hány programot futtat, ugye meg kell állapítani a kezességet ezt már indulásból, és természetesen a hormonális állapotot nem csak a hölgyeknél, hanem a férfiaknál is, hiszen hormonális állapotváltozás az biza a férfiaknál is előfordul, akár gyógyszeresen, akár műtétileg, akár a kor előhaladtával. És közösen kell megoldást találni a konfliktusra és a pánikra. A pszichikai szint ugye praktikus pszichoterápiát jelent. És Hammer doktor azt írja, hogy mivel nem tudok biztos szabályokat javasolni arra vonatkozóan, hogy hogyan járjunk el pszichoterápiásan egy pácienssel, így arra sem tudok egyértelmű javaslattal szolgálni, hogy hogyan kezeljük a páciens hozzátartozóit, vagy más közeli ismerősét, vagy mindazokat, akik őt körülveszik. A praktikus pszichoterápia gyakorlatilag azt jelenti, hogy mindig a betegnek az adott konfliktusára vonatkozólag kell megtalálni azt a segítséget, azt a megoldást, amit ő be tud vállalni, és meg is tudja valósítani. A nagy gondot az jelenti, hogyha a páciens konfliktusának részesei a családtagok. Részesei olyan emberek, akikkel folyamatosan találkozik, és ugye ha érzelmileg nem oldotta meg a konfliktusát, akkor mit fog ő valójában megoldani? Marad az a megoldás, ami az erdőben is megtörténik, a vadállatok kerülik a sineket. Tehát kerülnie kell azokat az embereket, akik számára a konfliktust okozták, illetve hát a konfliktus megoldásában akadályt képeznek számára. De a kreativitás és hozzáértés, megérzés, tapintat, ezek mind olyan tulajdonságok, amelyekkel egy terapeutának, egy orvosnak rendelkeznie kell, hiszen gyakran fordul elő az, hogy a hozzátartozóknak egyáltalán nem érdeke az, hogy meggyógyuljon a beteg, mert teljesen más érdekek mentén gondolkodnak, sőt, nagyon sokszor érdekeltek abban, hogy meg se gyógyuljon, ilyenkor természetesen a terápiás lehetőségek beszűkülnek. Az agyi szinten az agyi komplikációk felfedezése, elkerülése, megoldása lenne a lényeg, és természetes, hogyha rendelkezésre áll a koponya CT, ami mondom, hogy natív felvétel, tehát kontrasztanyag nélküli felvétel, a koponya alappal párhuzamosan készült felvételről van szó, ezeken tökéletesen látszanak a hámeri gócok. Látszik az, hogy konfliktus aktív vagy megoldási szakaszban, vagy epileptoid krízisben, vagy utána van. A konfliktus aktív szakaszban ugye emlékszik mindenki az előadás képére, hogy körkörösen megjelenő csíkok vannak a hámeri gócban, mint amikor egy tóvizébe bedobunk egy követ, és ugye körkörös hullámok fognak kialakulni. Ez mindig a konfliktus aktivitást jelenti. A megoldási szakaszban ugye jelentkezik az ödéma, és ez az ödéma még gócon belül van. Ez az ödéma jelenti a konfliktus megoldását az agyi térképen. Amikor a góc közepe kezd elhalványulni, elalaktalanodni,
akkor tudjuk, hogy következik az epileptoid krízis. És az epileptoid krízis után az agyi központ, a Hammeri Gócz folyadéktartalma gyakorlatilag eltűnik, és hegesedési fázisban, ugye a gliasejtek hegesedésével érezhető, illetve látható elváltozás az agyi térképen, amiről tudjuk, hogy ez már nem agy daganat. A problémát azt jelenti, amikor a perifokális ödéma is megjelenik, mert azt jelenti, hogy a magányosság, a létezés konfliktus, az a vizet nem csak szervi szinten, hanem az agyi szinten is be fogja gyűjteni. Ez, ahogy mondani szoktam, a Ja Istenem, mi lesz velem című nagylemez hallgatásának a következménye. Szervi szinten a fellépő nem kívánt eseményeket el kell kerülni. Itt lehet gyógyszereket bevetni, alkalmazni, vagy éppen, ha szükséges, akkor sebészi megoldást is lehet alkalmazni, de csak indokolt esetben. Természetesen, ha egy akkora meldaganatról van szó, hogy annak a gyógyulása túl sok időbe telne, a beteget nagyon kimeríteni, akkor azt illene megoperálni, de csak magát, a daganatos szövetnek a nagy részét kivenni, és nem piszkálni a nyirokcsomókat, nem sugarazni, nem méregterápiát alkalmazni, csak hogy ilyen sebészeti osztály még nem működik Magyarországon sem. Az életmentésről van szó, mondjuk vérzésről van szó, természetesen, hogy be kell avatkozni, akár nőgyógyászati vérzésről, akár gyomorvérzésről van szó, ez azt jelenti, hogy ebbe bele kell avatkozni. És gyógyszereket csak a természetesen fellépő komplikációk megoldására alkalmazunk, nem a rákot gyógyítjuk méregterápiával, hanem a komplikációk megoldására lehet a gyógyszereket bevetni. Erről szintén egy külön webkonferenciát szándékozok tartani, mert a gyógyszerekbe való elmélyedés az egy kicsit most itt elnyújtaná a webkonferencia kereteit. Ha tehát megkérdezik tőlem, hogy hogyan kell rákos megbetegedéseket egészen pontosan kezelni, egy okos, karizmatikus orvos hamar megérti, miről beszélek. Kérdezzenek csak meg egy anyukát, hogyan kezeli, gyógyítja a gyermekét. Meglepődve fogja válaszolni, hogy nem is érti eddig, még valahogy mindig sikerült neki megvigasztalnia, és újból boldoggá tenni a gyermekét. A Hammer doktor egy csodálatos gyógymódot hagyott ránk a My Student and Mädchen, az archaikus varázsdallamot, amit az ő kis diáklányának, azaz feleségének írt a 20. házassági évforduló alkalmából 1976-ban. Ez az egyszerű dalocska, ami Zigridnek íródott, Hammer doktortól származik, mind a szöveg, mind a dallam, és amint azt Giovanna Conti elmagyarázta Hammer doktornak, ugyanolyan pontosan követi a Hammeri iránytűt, mint ahogy ezt itt a képen láthatjuk, és a dallamnak a hallgatásával viszont rengeteg pozitív dolgot fogunk megtapasztalni. Erről egy külön webkonferenciát tartottam, itt most csak nagyon röviden a lényeget foglalnám össze. A konfliktus aktív szakaszban, ha hallgatja valaki az arhaikus varázsdallamot, akkor tudnia kell, hogy itt egy nagyon komoly hatással bír a dallam. Ugyanis, ha kortikális, vagyis kérgi konfliktusról van szó, akkor azt letranszformálja, amint ezen a képen látjuk. A letranszformálás azt jelenti, hogy a konfliktus tömeg minimálisra fog lecsökkenni, és ez nagyon lényeges lesz, hogy a megoldási szakaszban az epileptoid krízisbe már ne halljunk bele, illetve ne szenvedjünk túlságosan a megoldás után.
Tehát, ha valaki állandó stresszben van, és nem tudom hány programja, konfliktus aktív szakaszban van, és hallgatja a My Student & Mayhem-t, attól azon kívül, hogy nyugtatólag fog ráhatni a biológiai programjait, amelyek kérekhez kötöttek, azok mindig le lesznek transformálva. Ugye itt vannak a mozgató, érző, látó, halló, birtok konfliktusok, hogy csak néhányat említsek belőlük. A középső csira lemezből és a belső csira lemezből származó programok esetén nem csak, hogy letranszformálja, hanem satúféket nyom a programba, vagyis meg fogja akadályozni a további sejtszaporodást, vagy a sejtek további bontását. Tehát az önleértékelés esetén a csontot nem fogjuk továbbbontani, az anémia nem fog fokozódni, a porcot nem fogjuk továbbbontani, az izmot nem fogjuk tovább sorvasztani. A gondozási konfliktus során a melldaganat nem fog tovább növekedni. A falat konfliktus során a tüdődaganat nem fog tovább növekedni. A végbélrák, a vastagbélrák nem fog tovább növekedni. A magányosságban hallgatott My Student & Mayhem meg fogja akadályozni, hogy létrejöjjön a teljes veselégtelenség. Tehát ez, amit a konfliktus aktív szakaszban tud. A megoldási szakaszban viszont megakadályozza a recidivákat. Vagyis ha már eljutott valaki a megoldási szakaszba, hiszen fájdalmai vannak, és elkezdi hallgatni a My Student & Mayhem-t, akkor nem fog elakadni a program, hanem végig vezeti. Átolja az exudatív fázist az epileptoid krízisen át a hegesedési fázisba, és az, hogy nem akad el a program, ez pontosan azt jelenti, hogy optimalizálja a gyógyulási szakaszt. Viszont van egy nagy probléma, mégpedig az optikai sín. Az optikai sín az, ami felfüggeszti a My Student & Mayhem hatását, hiszen ez az archaikus varázsdallam, ez nem fogja helyettünk megoldani a konfliktust. Az archaikus varázsdallam számunkra a legjobb autószerelő, mert mindig folyamatosan, menet közben is szerel, de a vezetője ennek a biológiai rendszernek, a sofőrje, azok még mindig mi leszünk, tehát a konfliktust nekünk kell megoldanunk. Vagyis, hogyha egy program a My Student & Mayhem hatására úgy néz ki, hogy mégse akar befejeződni, az azt jelenti, hogy ott az optikai sín. Tehát, ha valakinek a meghalt férjével volt konfliktusa, ma a férjét eltemették, beindult a gyógyulási szakasza, de még mindig ott van kint a férjének a fényképe a házban, akkor természetes, hogy az optikai sín miatt újra meg újra el fog akadni a programja. Csak egy egyszerű példát mondtam, természetesen gyakorlati jelentőséggel. A mágikus képességét Hammer doktor nem csak az emberekre, hanem az állatokra is vonatkoztatva is felmérte. Sőt, a kerepesi táborban is kaptunk ilyen visszajelzést, hogy hogyan hatott a megijesztett lóra a My Student & Mayhem. Teljesen alávetette magát a patkolásnak, és végig engedte, hogy a kovács elvégezze a munkát a lábán, mert a gazda a lónak a fülébe lejátszotta folyamatosan Hammer doktor archaikus dallamát. Na most az első nagyon lényeges dolog, hogy megtöri mindenfajta pánik átkát. Vagyis a beteget megnyugtatja. Van egy nyugtató hatása. Bár vannak, akik azt mondják, hogy idegesek lesznek tőle. Vajon miért? Mert teli vannak konfliktusokkal. És mindenféle kifogást keresnek, hogy nem tetszik a Hammer doktor hangja, hogy nem tetszik neki a dallam, hogy miért németül énekel, és a többi, és a többi. Tehát olyan kifogásokat hallottam, hogy én csak nézek, és hát hogy mondjam, nem akarom kommentálni.
amikor adott egy olyan lehetőség számunkra, hogy semmit nem kell tenni, csak hallgatni a dallamot, kifogásokat keresek, hogy de ez miért nem kell nekem, miért nem jó nekem, akkor kérem szépen ne hallgassa. Akinek ez probléma, ne hallgassa. Ugye szóltam, hogy a konfliktus recidíváknak a kialakulását megakadályoz. Ez egy nagyon lényeges dolog, hogy végre kimenjünk egy elakadt programból, legyen szó bármiről. Aktív rákot megállítja, anélkül, hogy megoldaná. Ugye ezt már bebizonyítottuk. A minden kortikális konfliktus letranszformál, amint azt már elmondtam. És ez azt jelenti, hogy a birtokpszichózisok a dal meghallgatásának idején letranszformálódnak. Tehát mindkét konfliktus, ami a konstellált állapotot okozza, le lesz transformálva, és innentől elviselhető lesz az egész pszichés elváltozás. Az ötödik, a más studenten még ilyen ki tudja védeni a kapott morfium után jelentkező elvonási tüneteket, mert hiszen a morfium az nagyon súlyos tüneteket tud okozni számunkra. A más studenten mékenet a fájdalomterápia új módját tudjuk elindítani, hiszen ez már morfium nélküli terápiát jelent természetesen, mert a morfiummal a fájdalom nem csökken, csupán a beteg hozzáállással fog megváltozni a fájdalomhoz, de kiveszi a döntést a betegnek a kezéből, és nem fog tudni meggyógyulni. Még nem láttam morfiummal kezelt beteget meggyógyulni. A más studenten méghen a kortikális reuma fájdalmakat is képes csillapítani, képes gyorsan csökkenteni. A negyedik mágikus képessége pedig kitolja az öregedést. Az Alzheimer, a demencia, az agyvérzés, Parkinson-kor, különböző bénulások jelentős mértékben javulnak, sőt teljesen meg is szűnnek. Az agyödémát jobban csillapítja, mint a kortizon. Ez is egy nagyon lényeges dolog, és végül a csontfájdalom ellen hatalmas segítséget nyújt. Ne feledjük, hogy a legnagyobb fájdalom az a csontoknak a visszaépítése során keletkezik, de miért? Hammer doktor leírja a csontszindrómát, ami arról szól, hogy konfliktus aktív szakaszban, ugye, ha jelen van a brutális elválasztási konfliktus, ez a csont hártyát érinti, és ez konfliktus aktív szakaszban fáj. Az önleértékelésben visszaépítjük a csontot, akkor ez belülről feszíti a csonthártyát, és még jobban fáj a csonthártya. Ne feledjük, hogy az idegérző végződések a csonthártyában vannak, és nem a csontszövetben. Tehát a csonthártya feszülése az, ami fájdalmat okoz, amikor a csont visszaépül, a durva elválasztási konfliktus viszont a csonthártya a külső rétegét érinti. És ha ehhez hozzátesszük a magányt, az elszigetelődést, akkor természetes, hogy fokozott lesz az ödéma, és még fokozottabb a fájdalom. Ezt nevezi Hammer doktor hármas szindrómának. Mi lesz, hogyha más studenten méghent hallgatja a beteg? Akkor természetesen a fájdalom letranszformálódik, láthatjuk a fenti rajzon, amit az elválasztási konfliktus okoz a csonthártya külső rétegén. A csontnak a regenerálódása nem akad el a gyógyulási fázisban, hanem optimális idő alatt befejeződik. És a magányosság létezés konfliktus áll fenn, a további vízvisszatartást leállítja a szervezet, hiszen a sejtszaporodás leáll a vesegyűjtő csatornában. Tehát döbbenetes mértékű segítségről van szó. Hammer doktor esküdtételt helyettesítő nyilatkozatát ismét behoztam ebbe az előadásba, hogy mindenki tudja, hogy Hammer doktor milyen szándékkal hozta létre ezt a könyvet, és milyen szándékkal tette közzé ezt a csodálatos dallamot, az eredeti archaikus dallamot. Kedves betegeim, ma egy isteni ajándékot adok nektek.
Ma este döntem, mit jelent? Az ősi arhaikus dallamot, amit ingyenesen le lehet tölteni, hogy minden beteg élvezze ezt az isteni ajándékot, az arhaikus melódiák könyvből. A más tudentem Métyen szövegének és dallamának szerzőjeként minden betegemnek át szeretném ajándékba nyújtani ezt a mágikus erejű dalt, és megtiltom az eredeti dal bármiféle megváltoztatását, amit én személyesen szentnek és gyógyítónak tekintek, és megtiltom a dal bárminemű kereskedelmi értékesítését. Kizárólag személyes használatra volt letölthető. Sajnos ez a link már nem ingyenes. Vagyis Hammer doktor halála után nem tartják tiszteletben Hammer doktornak az eskütétet helyettesítő nyilatkozatát, ezt nem szeretném kommentálni. Ezzel nem tudom mit kezdeni, és felhívjuk a figyelmet arra is, hogy nagyon-nagyon gyakran az emberek letöltik a YouTube-ról az ott lelhető arhaikus dallamot ingyen, és kiderül, hogy a spanyol nyelven alatta az a szöveg megy, hogy tessék elmenni kemoterápiára. Tehát a YouTube-on minden megtalálható, meg annak az ellenkezője is. Akinek szüksége van erre az arhaikus dallamra, az legyen szíves, nézze meg az ezzel kapcsolatos webkonferencia anyagot, és egy levélbe írja le nekem, hogy mi a véleménye erről az egészről. A GNM alap a megértésre. Azért is szeretem a germán gyógytudományt, mert rámutat arra, hogy a betegségek nem függnek nemtörkultól, etnikai hovatartozástól, iskolázottság mértékétől, akár családi állapottól, vagy testtömegindextől, vagy fizikai aktivitástól, dohányzástól sem. Azért is szeretem ezt, mert mindez a környezeti, genetikai faktor minden egyes betegségnél akadémikus orvoslás szerint meg van említve. A germán gyógytudomány szerint pedig a betegségek nem a statisztikai adatoktól függnek, hanem a fel nem oldott érzelmi megrázkódtatások számától. Mint mondtam, minél intelligensebb valaki, annál tökéletesebben tudja szétszedni magát. Függ attól is, hogy mi van konfliktus aktív szakaszban, mi van megoldásban, illetve milyen hosszú volt a konfliktus aktív szakasz, mert annál durvább lesz a megoldási szakasznak a tünete. A sínek ugye meghatározzák, hogy mikor, milyen körülmények közt fognak a betegségek újra megjelenni, és ebből is következik, hogy a legfontosabb dolog érzelmileg megoldani mindazt, amit érzelmileg indítottunk el. A germán gyógytudomány magyarázatot ad a viselkedés változásra is, hiszen a személyiségünket, a viselkedésünket, a hangulati változásainkat is befolyásolja az, hogy a konfliktusokat hogyan halmozzuk. Tehát a fel nem oldott lelki, érzelmi konfliktusok feltárásával és megoldásával valójában az okokat oldjuk meg, és nem a következményeket kezeljük egy életen át. A germán gyógytudomány tényleg tudomány, mert reprodukálható, összehasonlítható, előrejelezhető, mindez nem jellemző a jelenleg gyakorolt medicinára. Nincs benne olyan, hogy egyeseknél ez lesz, meg másoknál meg az lesz, és statisztikai tényezőtől függne, hogy ki lesz gólyvás, vagy ki lesz bazedovkoros, vagy ki lesz más beteg. Ezek mindig és kizárólag attól függnek, hogy adott helyzetben mi volt a betegnek a saját megélése. Tehát felesleges a statisztika alapján utalni arra, hogy mi milyen százalékban jelenik meg, kinél így és kinél amúgy. Nem kell az állatokat kínozni tovább, hiszen az állatokon végzett kísérletek az állatok megéléséről szól, és hát az ő megélésük és az ő reakciójuk nem vihető át az emberekre.
Az embriológiára épül, ami viszont az alapja a medicinának, és az öt biológiai természettörvényre épül, ami viszont megmagyarázza az egészet teljesen tudományosan. Még nem volt egyetlen tudományos cáfolat sem arra, hogy nem ez lenne, annál inkább voltak olyan konferenciák, ahol elismerték, vagy olyan bemutatások, olyan igazolások, ahol igenis Hammer doktornak a tudását elismerték. De ha nem oldjuk fel érzelmileg a DHS-t, akkor szenvedhetünk tovább, mondjam úgy, hogy tudományosan. Nagyon szépen köszönöm a fantasztikus előadásra, drága Karesz, és önöknek is a figyelmét. Most következő részben, a fórum részben először a témával, a ma esti témával kapcsolatos kérdéseiket várjuk. Thank you.